Egyszer egy szerény ember, aki bár semmije nem volt, mindenét az embereknek adta. Egész életében úton volt, és mindenhol otthon érezte magát. Beszélte az emberek nyelvét, és hallotta az Isten szavát. Felnyitotta az emberek szemét, hogy meglássák, és másokkal is megoszthassák, amit van. Követői már életében szentként tisztelték. Úgy nevezték, Márton. Martinus. Martin. Martin. Márton. És ez a csoda 1700 évvel ezelőtt pontosan így született. Régen, amikor itt még szobor sem volt, és templom sem állt. Krisztus után 316-ban, Szavária városában született egy gyermek. Ez az ő története. Mártin, kisfiam, merre vagy? Márton, már megint az állatokkal társalogsz. Lóval barátkozzál, az való a katonának. Hadd építsen kedve szerint. Meglát, nagy dolgok születnek még a keze alatt. És katonának állt. De hite szerint inkább Krisztust szolgálta volna. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Messzire jutottál. Vár csak én is a lábad nyomába léphetem. Úgy mondják, a ház előtt volt egy kút.
hazatérő Márton annak a vizével keresztelte meg édesanyját. Egész életében úton volt. Kereste a magányt, ahol rátalálhat a legnagyobb titokra. Kereste a helyet, ahol dolga van. Tennivaló pedig akad bőven. Ezt a szélnél vesszük, maga Márton hozta Pannóniából. Azért ilyen zamar. Van egy körtény, amit Márton ültetett el nálunk. Jó télálló fajta, az is Pannóniából való. A mi borunk is Márton szüleiből készült. A legjobb új bor abból van. Fáradhatatlanul járta a vidéket. Térített, tanított, és mindenféle csodás dolgokat tett. Visszaadta a vaknak a szeme világát. Betegeket gyógyított, és holtakat támasztott fel. Márton híre lassan a legkisebb faluba is eljutott. Hallottátok? Mártont akarják püspöknek az emberek. De hol van Márton? Merre keresik? Azt mondják, valahová a barom fiak közé bújhatott el. Nem akar az püspök lenni. Ő inkább a koldusok kenyerét eszi. Márton Túrvárosának püspöke lett, és szerte Galliában számos kolostort és templomot építetett. Hosszú életét is egy kis loármenti plébánián fejezte be. Környékbeli városok és monostorok vetélkedni kezdte, hol legyen a szent életű püspök végső nyughelye. A túriak elejét vették a vitának. Az éjjéleple alatt ellopták Márton holttestét, és nagy titokban egy csónak mélyén leúsztatták Loire folyón. Azon a novemberi éjszakán kivirágzott a Loire partja. Szerte a világban több ezer település van ma is, amely Márton nevét és örökségét hordozza. Köztük a szülőföld, a néhai Szavária, ma Szombathely városa. A történet itt még nem ért véget. Márton azóta is minden nap arra tanít, hogy magunkban és a másikban is meglássuk a jót. Hogy boldogan éljünk, még meg nem halunk.